A Máltai Szeretett Szolgálatnak országszerte 20 iskolája, óvodája van. Az iskola lehetőséget ad a gyermekeknek többféle ágazatban tanulni. Nagyon büszkék vagyunk erre az iskolára, nagyon büszkék vagyunk a diákjainkra. Az iskola diák létszáma rohamosan növekszik, tehát a legmerészebb álmainkban nem gondoltuk volna, hogy néhány év alatt megdupláztuk a létszámát a Dombóvári Eszterházinak. Ugye nagyon sok nappal is diákunk, és nagyon sok felnőtt is jár az iskolánkba. Nagyon-nagyon sok ágazatban, több mint egy tucatnyi ágazatban képezünk itt a szakképző intézményben, szakképző iskolai technikumi esti képzésben is. Olyan fiataloknak nyújt segítő kezet az intézmény, akik valamilyen oknál fogva nem tudnak részt venni a hagyományos iskolai oktatásban. Van műhelyiskolai képzésünk, azoknak a 16 év fölötti diákoknak, akik lemorzsolódtak az iskolarendszerből, van orientációs évfolyamunk, azoknak a diákoknak, fiataloknak, akik nem tudják még feltétlenül eldönteni 14-5-6 évesen, hogy milyen irányba, milyen szakma irányába szeretnék tanulni. Nekik is ajánlunk képzést, sőt még van úgynevezett dobbantó programunk is, ami pedig azoknak nyújt kiváló második, harmadik, ki tudja, hanyadik esélyt, akik nem végezték az általános iskolát, viszont hogyha itt nálunk a Dombóvári iskolánkban elvégzik a dobbantó programot, utána a műhelyiskolát, ez gyakorlatilag kb. Másfél év alatt, akkor általánoskai végzettséghez és részszakmához is jutnak. A Szent Mise után az iskola sportcsarnokában folytatódott a nap. Az öltözőkbe új bútorok kerültek átadásra. Mögöttünk látható egy eredményjelző, amit egy-két éve szintén beszereztünk, és akár itt a padokat, vagy ha a kapukat nézem, akkor azokat is ugye közös erővel, vagy inkább az egyesületünk révén szereztük be. Ezt a hagyományt szerettük volna folytatni, most az előző tanév végén volt egy kis pályázati lehetőségünk, és a kettő öltözőre való öltözői butort, vagy öltözői padokat szereztünk be. Ez egy hármas összefogás volt, mert mind a Dombóváros önkormányzata, mind pedig ugye az iskola fenntartója is a finanszírozásban részt vett, és a maradék körülbelül 50%-ot az pedig ugye az egyesület tette hozzá. A közös összefogás nagyban hozzájárul a kitűzött célok megvalósításához. Olyan kezdeményezésük volt, hogy ezeket a régi tornapadokat, amelyek már töröttek voltak, meg kiszakították azért a sportruhákat, vagy a szoknyát a lányoknál, a női öltözőket újítottuk fel, vennének vadonatúj padokat, ehhez hozzájárult az önkormányzat is, és most ezeket a padokat tekintettük meg a fenntartóval együtt. Ez az együttműködés egyébként a focisulival és az önkormányzattal már nagyon régóta tart az intézményben. Nagyon örülünk neki, mert sok hasznunk van idézőjelbe belőle, de természetesen mi is cserébe rengeteg mindent próbálunk meg adni a focisulinak, ingyen lehetőségeket ahhoz, hogy focizzanak akárként, akár bent. Tehát az együttműködés az általában kölcsönös mindkét részről, úgyhogy idén a tanévnyitóra vadonatúj focilabdákat is kaptunk tőlük, és hát ezt láthatták most ebben a pillanatban. A diákok sok támogatást és biztatást kapnak a várostól és a pedagógusoktól. Mindenkinek célja, hogy fejlődő környezetben tanulhassanak a gyerekek.